No kérem szépen, igazából most arra készült el a motor. Tehát az első fogaskereket azt kicseréltük, mert az már igen, hogy csak látszik rajta, hogy ez nem az igazi. A hátsó az viszont nemrég volt cserélve, és így azt gondoljuk, hogy nem azt is spórolni akarunk vele, hanem teljesen fölösleges, mert nincsen neki baja. Úgyhogy ki lesz most a fiam, mert 110 szemes lett hozva, azt hozta a futár, és 108 kell rá, kiveszünk belőle egy szemet, összeníteljük, és igazából be van szinkronizálva. Annyi van, hogy elmondom, hogy a légszűrő az csak rajta volt. A légszűrőnek a csavarjai ezek szarok, 2-3-at pótoltam, ugye itt úgy van megcsinálva, hogy igazából facsavarral van összetekerve, és valójában ennek az az átka, hogy mindig mindenki van, nagyon erősen meg akarja húzni, és 3-4-szer le van szedve a légszűrő cserénél, és egyszerűen nem értik azt, hogy ez csak épp hogy koppanásig kell húzni, hanem túlfeszítik, és igazából a műanyagba elpörög a facsavar, és kész kalapkabát. Jó? Na, amúgy különben a motor jó, elkészült ugye, és köszönöm a türelmét a srácnak, hogy ezt össze lesz nittelve, itt látod, ilyen szinten ki van mosva, és kalapkabát, annyi meg egy bambi. Jó, ez menetrögzítővel van rárakva. Na látod, ide kell menetrögzítő. Oda kell menetrögzítő, mert ugye ez az a fajta, aminek nincsen. Tehát belül egy nútos, tehát fölfekszik a csavar, belül egy nútja van, és oda kell bekenni a menetrögzítőt. Jó, na köszönjük a figyelmeteket, sok sikert ehhez a sövőhöz. Jó, úgyhogy igazából hűde nagy problémája nincsen neki. 5-re indul, töltés is van, 12.8 és 13.4 között van, alapjáraton ez a 12.9-13, de az akkumulátorja igazából már, nem azt mondom, hogy haldoklik, majd itt mondom a videón, hogyha probléma lesz, akkor ki kell cserélni az akkumulátor, tönkretette a töltés, jó? És még annyi van, itt elmondom ezen a videókán, hogy ugye a feszabályzónak a csokia az nem volt, tehát nem kompatibilis volt hozzá. Igazából ugyanaz volt, de mégse. És ugye, hogy azért, hogy vízhatlan legyen, ezért annak a, tehát a réginek, tehát erről a régiről leszettem a csokit, és ráraktam az újra, úgyhogy ez úgy lett megoldva. Jó? Szépen, össze van zsugor, csövezve meg minden. Na, jön a következő motorunk.